visszaállok is, lehet ugrálni, jó? Nem azért, mert félek vagy valami. Esetleg szakad a magas alatt a dolog? Értékeket arra felé hanyigálni, jó vagy balra? Na de, hogy mondjak komoly dolgot is. Vagy mondjak komoly dolgot? Száj. Talaj savas. Ezért, ha körbenéznek, megjelenik a normál fekete áfonya ipari mennyiségben. Igen. Akárhova néznek a bokrokon, az van. Igen. Ezt nyugodtan ki lehet próbálni, hogyha kapnak. 10-nél azért álljanak meg, jó? Igen. Amúgy itt nálunk még úgy is hívják, hogy kokoiza vagy kukuiza. Igen. Biztosan hallottak? Uh-huh. Áfonya pálinkát ittak? Yeah. Mit kell tudni róla? Finom! Igen, ott a pont. De 3-4 pohárig javítja a látást. Utána nem ron, nem variálő, hanem egyből így vágja, úgyhogy lehet tudni, hogy mi a helyzet, jó? Csak mérsékke. A gyökerek a fáknak innentől kezdődően ugyanúgy a savas talaj miatt a felszínen terülnek el, ezért kevesebb a tápanyag. És így kisebbek is lesznek, de itt még nem látható annyira különbség. Itt csak azt látjuk, hogy vékonyabbak is, nem olyan magasak. De ahogy beérünk, ott törpefenyő lesz, akárhova nézünk. Ők velünk vannak? Nem. Hagyjunk meg karmezülés mintetés. Na. Itt amúgy haladunk. Elnézést. Biciklivel. Hogy mentem? Sziasztok. Hol jöttetek be? Megkérlek, gyertek ki, jó? Idegen vezető nélkül nem lehet bejönni. Én a jó zsarú vagyok, de a rossz zsarú megbüntet. Köszönöm. Itt lassan haladunk tovább a hídon, aki az első tóig, egyet fordítok. Mondom, minden egy kacag, innen. Jó, nincsen gond, jó a banda. Innentől haladunk tovább, felállunk a hídra, első tószemnél megállunk. Ott egyet kamuzok, majd megyünk tovább, jó?